Tanos Áron, és robotokról, robotikáról fogok nektek most beszélni, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy minél többőtöket rávegyem arra, hogy ezen a fonalon elinduljon, ezzel a témával elkezdjen foglalkozni, konkrét weboldalak és rendezvények felkeresésére foglak titeket buzdítani. Nagyon röviden, hogy miről fogunk beszélni, egy szélesebb spektrum lesz, tehát nem egy nagyon szoros értelemben vett szakmai előadás, hanem igyekszem egy picit úgy az egész témának a horizontját felvillantani. Honnan jön ez az egész robot dolog? Én még úgy tanultam az iskolában, hogy semmi nem tudomány, ami nem úgy kezdődik, hogy már az ókori görögök is. És meglepő ugyan, mert a robotikát egy modern dolognak gondoljuk, de nem, már az ókori görögök is, az Iliászban már kitűnően megvan énekelve a drága aranyból készült mesterséges szolgálók, akiknek szívében erő és ész van, és tudnak beszélni, és az égi lakók tanították őket, tehát ez viszonylag megfelel egy mai leírásnak egy robotról, és hát ez bőven időszámításunk előtt volt. Maga a szó, hogy robot, ez egy színdarabból származik, amit egy cseh származású író írt, bár állítólag a testvére javasolta magát a szót, ez a Rossum's Universal Robots című színdarab. Egyébként maga a színdarab arról szól, hogy egy Dr. Rossum nevű tudós kitalál egy protoplazmát, amiből olyan embereket lehet gyártani, akik szeretnek szolgálni. És aztán az egész világon mindenhol ők szolgálnak, de aztán a tudós megteremt egy női robotot, és ez egy kataklizmaszerű összeomláshoz vezet, a robotok fellázadnak és megölik az embert az utolsó szálig. Tehát egy ilyen finom terminátoros vonulata van 1921-ben. Maga a szó, hogy a robot az egyébként munkát jelent, a bizonyos nyelvekben inkább ilyen szolgamunkát, a többiben meg simán csak munkát. Átugrunk egy nagy periódust, mert hogy ne időzünk ennél a témánál a kelleténél többet. Ugye a 20. században a robotok elsősorban a film, illetve könyv formában megtestesülő science fictionben voltak jelen. Hát már említett gonosz robotok sorához tartoznak a Terminátorbeli gyilkos szörnyek. A filmbéli én a robot, aki ugye nem azonos a könyvbéli, mert a könyv az egy novella gyűjtemény valójában, és pont az Asimov írta, aki gyakorlatilag az életművének kb. 75%-ában a robotokkal foglalkozott. A pozitron agy és a robotika három törvénye, ezek ugye mind-mind Asimovtól származnak. De hát ezt a listát, ezt a végtelenségig lehet bővíteni. Ami a dolognak a tanulsága az, hogy ez a téma, hogy robotika, ez nem egy ilyen modern találmány. Az emberiséget mióta gondolkozunk, azóta izgatják ezek a feltétel nélkül szolgáló, soha el nem fáradó, mindig mindent hibátlanul csináló eszközök. Próbáljuk meg akkor most egy picit megérkezni a modern korban meghatározni azt, hogy tulajdonképpen mi az, hogy robot? Mitől lesz valami robot? Nem tudom, ismeritek-e azt a játékot a Wikipédián, hogy hány kattintásból tudsz egy szócikkből eljutni a filozófia szócikkig. Az átlag egyébként 6, tehát pillanatokon belül minden filozófiai kérdésé változik. Ez alól a robot maximálisan nem kivétel, tehát azt, hogy mi a robot maga nem egy terminus technicus, aminek van egy szótári definíciója, ezért aztán ez nagyon gyorsan átmegy filozófiai kérdésbe, és ez azt gondolom, ez így van jól. Néhány definíciót hoztam nektek az Amerikai Robot Intézetnek, az a definíciója, hogy anyagot mozgat, és programozható, és többfunkciós, de azért, ha ezt jól megpiszkáljuk, egy futószalag az áruházban, az még simán anyagot mozgat, és többfunkciós, tehát simán lehet robot is. Aztán van ez a nagyon, nagyon elvont definíció, hogy egy aktív, mesterséges ágens, de hát ezzel meg, már bocsánat, de nem megyünk különösebben sokra, tehát nem tudjuk eldönteni, hogy mi robot és mi nem az. Úgyhogy én is csináltam egy definíciót, amivel pont ugyanannyira lehet vagy nem lehet egyetérteni, mint az összes többivel előtte. Én azt mondtam, hogy ahhoz, hogy valamit robotnak nevezhessünk, három karakteres jellemzőjének kell lennie. Kell, hogy legyenek szenzorai, amivel érzékeli a körülötte lévő világot, ami nem szükségképpen a fizikai világ, az bármilyen világ lehet, de bemenő adatnak kell lennie. Kell lennie egy kontrollernek, ami ismer valamilyen magasabb rendű célt, tehát egy bonyolultabb, komplexebb feladatot, és kellenek lennie aktuátorainak, amik bármik lehetnek, amik mozognak, vagy csinálnak valamit, ugye a legjellemzőbbek, mondjuk kerekek, meg motorok, meg karok, meg, tehát bármi, ami reagál, és ennek van egy ilyen információ haladási útja, hogy a szenzorok jelét feldolgozzuk, és abból parancsot állítunk elő. Tehát az én szótáramban ez a robot, mondom,
gondolom ugyanannyira lehet, vagy nem lehet vele egyetérteni. És akkor ebből adódik a kérdés, hogy ezek közül melyiket tartjátok robotnak, egy kis népszavazást szeretnék rendezni, kezeket föl, aki szerint az önvezető autó az robot. Ez elég egyhangú, és ebben teljesen egyet is értünk, hiszen érzékeli a körülötte lévő világot, szeretné nem elütni a biciklist, és ennek megfelelően vezeti az autót, ez teljesen megfelel. A Predator drón az Egyesült Államok hadserege által használt robotrepülőgép néven futó, az vajon ki szerint robot, kezeket a magasba, aki szerint az robot? Ebben nem értünk egyet, az igaz, hogy a Predator drónnak vannak szenzorai, és az is igaz, hogy aktuátorai is vannak, de nincsen kontrollere, az egy távirányítású készülék, az műszaki, vagy szóval ilyen elméleti értelemben véve az otthon használt játékhelikopterhez van közelebb, mert minden parancsot kívülről kap, nincsen önálló döntéshozója. Az Asimo nevezetű, nem tudom mennyire ismertek, ez egy ilyen egy méter magas, ilyen kis lépegető cucca Hondának egy terméke, néhány képen már láthattátok. Az mennyire minősül robotnak? Bátrabbak, igen, abszolút egyetértünk, érzékel egy csomó mindent, például képes megkülönböztetni az emberi hangot, és megérteni, és bizonyos parancsokat végrehajtani, tehát ez teljesen megfelel. A Roomba nevezetű automata porszívót kigondolja robotnak? Kevesebben pedig ez robot ennek az értelmében, hiszen érzékeli a környezetét, mert megkerüli a széklábat, feladata van, mert porszívózni akar, és ez teljesen autonóm módon végre is hajtja. Tehát ilyen értelemben robotabb, mint a Predator drón. A repülőgépnek a robot pilótája, amivel a pilóták tartják a különféle magasság, irány, stb. Ki szerint robot? Itt már belecsúszunk a filozófiába. Az kétségtelen tény, hogy vannak szenzorai, mert érzékeli a gépet, az is kétségtelen tény, hogy igyekszik a gépet ott tartani, ahol tudja, de hát azért a pilóta az ott tekergeti, hogyha valami nem úgy megy, ahogy akarja, ez ilyen határeset kérdés. Egy gyártósoron egy robotkar ki szerint minősül robotnak? Kevesebben vagyunk. Ez megint filozófiai kérdés, attól függ, hogy mit csinál az a robotkar. A legtöbb az valóban nem robot, tehát a többséghez csatlakozom inkább, mert ha csak mindig ugyanott pont hegeszt egyet, és nem is nagyon érzékeli, hogy ott van valami vagy nincs, az nyilván nem minősíthető robotnak. Jó, és az utolsó a bolti kvadrokopterek, vagy akármilyen ilyen repülő drónok, amik röpködnek, robot vagy nem? Kezeket a magasba, aki szerint robot. Nagyon-nagyon kevés ember pedig robot. Kérem tisztelettel, ezek képesek egy csomó manővert autonóm módon végrehajtani, például leszállni teljesen önállóan képesek, és ezt úgy teszik, hogy egy kamerával nézik, hogy milyen messze van a Föld, és ha megnyomod a leszállás gombot, akkor leszáll. Sötétedés után nem hajlandó végrehajtani a mutatványt, sőt felszállni sem hajlandó, mert a szenzorával nem látja a Földnek a távolságát. És ezt miért kamerával oldották meg, azt ne tőlem kérdezzétek, de így van, tehát az nem robot. Még egyetlen másodpercet időznék ennél a diánál, a képen látható hölgy jelenleg legemberszabásúbbnak minősített robot, de még mindig az úgynevezett Uncanny Valley-ben van, vagyis ez a kísérteties völgy, ugyanis nem eléggé emberszerű ahhoz, hogy karakteresen embernek érezzük, de nem is eléggé nem ember ahhoz, hogy megnyugtatóan robot külsejű legyen. Tehát ilyen kényelmetlen rossz érzésként írják le a vele való beszélgetést azok, akik ebben a szerencsében részesültek. Jó, megbeszéltünk egy csomó mindent a robotokról, nagyjából képünk van, hogy honnan jönnek, hol vannak, hol tartanak most. A jó hír az, hogy saját bolygójuk van nekik, egy csak robotok által lakott bolygó. A rossz hír az az, hogy ez a bolygó, ez sajnos egy picit messze van, mert hogy ez ugye a Mars, és összesen két olyan robot van rajta, aki ténylegesen tevékenységet is végez. Egyébként 13 különféle állapotban lévő lezuhant, összetört, illetve kikapcsolt robot található rajta, de akkor is van egy saját bolygójuk, ez mennyire király már. Hol vannak azok a robotok, amelyek nem a saját bolygójukon vannak? Hát nyilván a Földön persze. Rengeteg van belőlük az utakon, és egyre több, és ezt azért emeltem ki, mert ez olyas valami, amiben nem soká, 10-20 éven belül mindannyian bele fogunk ütközni, hogy szembe jön egy önvezető autó, és ez elég nagy változásokat fog hozni. A második, ami szerintem kiemelendő, az iskolák és az óvodák, iskolák alatt kisiskolákra gondolok, tehát 12 éves korig elképesztően sok olyan robotikai termék, projekt, stb. Van, ami kifejezetten az oktatásra megy rá, ilyen kis összelegózható robotok, meg is egyszerű a Kodi, az egy magyar fejlesztés, kis lánctalpas robotka, amit Scratchben lehet programozni, tehát ez nagyon, nagyon élénk ez az élet, ami az iskolai és óvodai robotikában zajlik. Aztán vannak, ami kifejezetten ilyen úgymond szexi, ez a robot arénák, amikor a robotok egymás ellen harcolnak.
ennek is se szeri, se száma, rengeteg van belőlük, ezekben nem is mennék mélyebben bele, és hát természetesen a katonai robotok, amelyekről csak azt kell tudni, hogy az előbb említett Predator drón, az egy 90-es évek közepéről származó fejlesztés, amióta eltelt 20 év. Tehát, hogy most mi van a katonáiknak, azt igazából nem tudjuk. Amiket tudunk, azok a jól ismertek ezeknek, hogyha valakinek igénye van rá, akkor a Google biztos mindent elárul. Kiemelném a Super Aegis-t ebből a listából, ami egy autonóm éles lőfegyverrel felszerelt őrző robot az észak-koreai és dél-koreai közötti demilitarizált övezetben. Tehát ez a robot, ez képes önállóan embert ölni. Itt egy pillanatra ezt hagyjuk így leülepedni ezt a mondatot. És hát ami még nagyon jelentős, főleg azért, mert a jövőt vetíti előre egy kicsit, a versenyek. Versenyeknél rengeteg sok van, amit mondjuk így kettőt emelnék ki belőle, az egyiket a Robonaut, ami itt van a Műegyetemen, és viszonylag jó nemzetközi hírneve van neki, ahol ugye autonóm módon ennél picit kisebb négykerekű járműveknek kell mindenféle elég bonyolult akadálypályákon átjutni. És a RoboCup, amiről mindenki azt hiszi, hogy ez egy robot foci verseny, holott valójában sokkal több annál, tehát a RoboCupon is rengeteg ilyen mentő feladat, mert szóval sokféle van, érdemes utána nézni. Azok a versenyek, amiknél hosszabban elidőznék, hogy elannyira, hogy önálló díját kaptak, az Amazon Picking Challenge, ez arról szólt, ugye az Amazon, azt ismeritek, hogy nagy raktár, és kiszállítják gyorsan, és mindenki az Amazon drónjaira fókuszált az elmúlt időben, hogy az Amazon drónnal fog árut kiszállítani, zárójel egyhamar biztos nem fognak. Viszont a Picking Challenge arról szólt, hogy van egy polc, ami tele van áruval, aminek különféle színe, formája, stb. Van, és annak alapján, hogy azt mondják egy robotnak, hogy a kék ceruzát kérem, a robotnak oda kell nyúlni, és ki kell venni a kék ceruzát ebből a kupacból. Hát ugye ennek a hasznosságát elég könnyen láthatjuk, hogyha a rendeléseket nem kézzel kell kiszedni, hanem robotkarok így automatikusan kibírják szedegetni, akkor az Amazon termelékenysége az egy nagyságrendet lép előre. Elég részleges sikerek születtek ezen a versenyen, tehát ezt, hogy azt mondod, hogy kérem a kék ceruzát és a robot odaadja, ezt így ebben a formában nem nagyon sikerült abszolválnia senkinek. A második, amit fontosnak gondolok, ez a DARPA Robotics Challenge, amit a kiírásban is emlegettem. Itt arról szólt a dolog, hogy valami történt, egy katasztrófa, ami fölrobbant egy gázpalack vagy valami, és a robotnak ember számára készített eszközökkel kell ezt a feladatot megoldania. Tehát egy autóba kellett beülnie, azt kellett vezetnie, nem rendes személyautóban, ilyen pick-up autóban, ilyen, és nem tudom, minek hívják ezeket, de tehát, hogy nem kellett sebességet váltani, ez a lényeg. És aztán ki kellett nyitnia egy ajtót, meg kellett forgatnia egy ilyen tűznyitókart, fölcsatlakoztatnia egy tűzoltó, fecskendő, stb. Stb. Tehát olyan feladatokat, amiket két kézre terveztek, ezt kellett végrehajtani. A nyertes egyébként azzal nyert, az átlagos idő ilyen egy óra környékén volt, tehát ezt az ember számára nem egészen egy perces feladatot a robotok durran egy óra alatt oldották meg, és az idő nagy részében így álltak és vártak, mert hogy valami korlátozott távirányítás az engedélyezve volt, és akkor nyilván minden feldolgozás távol történt. A nyertes azzal nyert, hogy le tudott térdelni, és az alsó lábszárában kerekek voltak, és az idő nagy részében nem járt, hanem gurulni bírt, ami egy sokkal könnyebb feladat, mint a járás, és ezen sok időt nyert, azt hiszem, hogy 44 perc alatt teljesítette. És a harmadik pedig az Euratlon, ami úgy kezdődik, hogy tegyük fel, hogy egy nukleáris erőművet egy földrengés és az azt követő szökőár súlyosan megrongál, nem tudom miért ez jutott eszükbe, biztos szeretik a sushit, és akkor utána ott vagyunk egy ilyen tengerparti helyen. Ez egy EU-s projekt, úgyhogy véletlenül a Toszkána leggyönyörűbb városában kellett a versenyt tartani, és akkor ott valahol szivárog ugye a radioaktív víz, illetve van egy részben romba dőlt épület, és háromféle robottal lehetett indulni, egy víz alattival, egy drónnal, tehát repülőrobottal, és egy négykerekű roverrel, vagy talajon közlekedő roverrel. És meg kellett találni, hogy hol szivárog a víz, illetve a drónnal föl kellett deríteni a belső állapotokat, kiválasztani egy útvonalat, és azon a földön közlekedő roverrel végigmenni. Ez is elég nagy kihívás volt, de elég sok csapatnak sikerült egyébként. Jó, na térjünk rá a nyílt forráskódra, mert most már kb. Az idő szinte felénél vagyunk, és még erről egy szó se esett, mi közünk a nyílt forráskódhoz. Ugye azt gondolnánk, hogy egy ilyen feladathoz, amikor autót vezet, és szelepet nyit, és tűz, hát erre biztos van egy tonna ilyen nagyon szuper, méregdrága céleszköz, biztos van egyébként, de nem ezt használták. 23 indulóból 18-an ezt a ROS nevezetű rendszert használták, amit az a betűszó kifejtése, hogy Robot Operating System, de ennek operációs rendszerhez semmi köze nincsen. Ez egy Linuxon fejlesztett
Linux kernel fölött működő cucc, és nagyon megengedő a licenszetet BSD, és a nulladik pillanattól arra találták ki, hogy egymástól viszonylag függetlenül dolgozó csapatok a végén integrálni tudják azt, amit csinálnak. Mi az, ami nyilván egy tonna ilyen nyílt forráskódú robotikai operációs rendszer, meg keretrendszer van, miért pont a rossz az, amit én most így kiemelnék? Először is azért, mert nem azzal kezdődik, hogy tanulsz egy 5000 oldalnyi angol nyelvű szakirodalmat, bevágsz, és akkor utána megírhatod a Hello World-ot, ami egy robotnak így felemeli a kezét. Annyit kell belőle felhasználni, amennyit akarsz. Nem akarod, akkor legminimálisabbakat használod föl. És aztán egy szép lassan teszed hozzá a többit. Tehát egy nagyon jó tanulási görbéje van. Olyan dolgokra, amiket az ember a saját erejéből hosszú évek alatt oldana meg, teljesen kész polcról levehető megoldást. Tehát nagyon könnyen lehet vele nagyon látványos eredményeket elérni, és ez főleg az elején megint csak nagyon fontos. Támogat mindent, amit el tudtok képzelni, és szenzor vagy aktuátor, tehát nagyon-nagyon jó a listája, nagyon tetemes, de ennek az az oka, hogy rengetegen dolgoznak rajta, aminek további előnye, hogy kérdezni lehet, és válaszolnak is. Tehát mindig van, aki éppen azt a problémát már egyszer megoldotta, és hát ugye a plugin elhető, ahogy az Eclipse-ben mondják, hogy az Eclipse előbb-utóbb a saját pluginje lesz, ez a rosszra is igaz, tehát itt is mindenre van egy kipróbált plugin. Jó, mi az, amit ugye a rossz mentalitásilag, meg hozzáállásilag tartalmaz? A lényege az egésznek a middleware, ami azzal foglalkozik, hogy egymástól viszonylag független komponensek tudjanak információt cserélni. Tehát ha mondjuk nekem van egy olyan robotom, aminek a feladata az arcfelismerés, nyilván nem fogok itt helyben arcot felismerni, mert borzalmasan energiaigényes, tehát egy nagy teljesítményű processzor kell hozzá, hanem azt valami hálózaton keresztül fellövöm valahova, és majd ott egy felhőben elvégzem ezt a dolgot, de ehhez kell egy olyan megbízható kommunikációs csatorna, amit a rossz gyönyörű szépen megad többféleképpen, és ami pedig főleg az elején egy fejlesztésnek nagyon jó, hogy le tudom menteni az adatfolyamot. Tehát ha kapok 5 percet arra, hogy játszak egy robottal, ami mindenféle szenzorok vannak, lementem a szenzori adatokat, és fejlesztéskor meg mindig csak ugyanazokat tudom visszajátszani, és ugyanolyan lesz, mintha a valódi adatokat használnám. Távoli eljárás híves, még ettől nem dőlünk azért hanyat 2015-ben, és az elosztott paraméter adatbázis nagyon jó, az azt jelenti, hogy én a laptopomon megváltoztatok egy paramétert, és pillanatokon belül a robotban is megváltozik ugyanaz a paraméter, anélkül, hogy én ezen pörögnék különösebben. Jó, de ez egy általános middleware, tehát ebben még bármit lehetne írni. Mi az, amitől ez kifejezetten robotikai? Az üzenet és adat formátumoknak a standardizáltsága, tehát hogy bármilyen rendszer csatlakozhat hozzá. Ugye itt az OpenOffice, LibreOffice kapcsolata jutott eszembe, hogy hát ott sem csak az a lényeg, hogy szerkeszthetem a dokumentumot, hanem hogy olyan formátumban van, amit aztán más is tud szerkeszteni. Ez időnként életet ment. Geometriai támogatás, ami mondjuk picit későbbi fázisban fontos, de tehát meg tudom mondani, hogy mi hogyan viselkedik, és milyen adatokat kell nekem ahhoz feldolgozni, hogy én azt előre ki tudjam számolni, tehát hogy tudjak egy felfüggesztéssel, vagy egy útviszonyokkal valamivel tudjak számolni. Ami még szintén nagyon életmentő tud lenni, ez a lokalizálás, navigáció, térképkészítés hármasa, amit ugye SLAM-nek hívnak, ez a Simultaneous Location and Mapping című probléma, hogy hol vagyok, milyen irányba nézek, mi van előttem, mi van körülöttem, merre találom meg azt az utat, ahová el kell jutnom, ez nagyon jól támogatja, és nagyon kész megoldások vannak rá. Nem tudom, ki kedveli jobban a parancsort, ki a grafikus felületet, én parancsorpárti vagyok, pöpecül mindent meg lehet parancsorból csinálni, és hát ami még nagyon jó, hogy például egy kamerának a képét, ezt meg is tudom jeleníteni, tehát hogyha rosszt használok, akkor a laptopon látom, hogy a kamera mit lát. Jó, nagyon jó, tegyük fel, hogy az előadásom jó felé halad, és ti egyre jobban föllelkesültök az iránt, hogy kéne foglalkozni ezzel a robotikával, tényleg, mert nagyon jó hangzik. Hát jó, nagyon jó, most már azt is tudjuk, hogy rosszt futtatnánk a robotunkon, ha lenne robotunk, de nincs. Sajnos se szenzorunk, se aktuátorunk nincsen, legfeljebb ilyen papírdobozból tudunk készíteni jelen pillanatban robotot. Nem baj, erre is van egy kitűnő válasz, hogy hát
Végül is van ugye bemenő adatom a szenzorokból, kimenő adatom az aktuátorok felé, hát ezeket leszimulálni nem olyan életveszélyesen nehéz, és akkor középen meg ugye van a robot, és akkor majd így néz ki, hogy majd így látom, hogy mi ment be, látom, hogy mi jött ki, és majd én azt tudom, hogy az jó vagy nem jó. Hát igen, így is lehet, kétségtelen tény. De hál' Istennek ez szintén egy olyan út, ami már sokan végigmentek előttünk, és elég kedvesek voltak ahhoz, hogy ezt meg is osszák velünk. Van egy olyan Gazeboo nevezetű szimulátor, ami egyébként eredetileg a rossznak a része volt, és abból vált le, ami hajszál pontosan ezt csinálja. Tehát bemenő szenzori adatokat állít elő neked, és aztán az aktuátoraidra egy fizikai motor segítségével leszimulálja a reakciót. Egyébként a korábban megénekelt 18 csapatból, akik a DARPán Rosszt használnak, 14 pedig Gazeboot is használ hozzá, és ez az első 14, illetve az első 18. Gyakorlatilag a robot kódja az ugyanaz, amit Rosszban amúgy is használnál, csak a szenzori adatról döntöd el, hogy szimulátorból jöjjön, meg hát persze az aktuátorok hatásából, vagy pedig a valódi robotból, tehát ez nagyon közel áll a valóshoz. Ez egy kliens-szerver architektúrájú szoftver, amit azért szeretünk rettentően, mert föl tudjuk költöztetni a felhőbe a szervert, és akkor ott ehet annyi erőforrást, amennyit éppen abban a pillanatban szeretne, és a kliensünk pedig vidáman elfutogat a laptopon, és ez is lehet parancsoros, meg Qt is, meg 3D-s, meg szóval itt is minden variáció van. Konkrétan például Oculus Rifthez van sztereókamerás kliens, tehát meg lehet azt csinálni, hogy a szimulált valóságot virtuális valóságként lásd. Nagyon gyorsan hány ingert lehet tőle kapni, de állati jól néz ki. És itt is ugye a nyílt forráskódnak a legfőbb előnye ez a szabad választás, ez itt is megvan. Több négyféle fizikai motor van, és hát meg rendelő motorból meg még sokkal több, de azért azok három ilyen SDL, OpenGL vonalon mozognak. A renderelő motorok sokfélesége azért fontos, mert nem mindegy, hogy amit szimulálni akarok, annak mi a lényege, hogy én most a motorokat, a sebességet akarom inkább, vagy rugalmas ütközést, tehát mindegyik fizikai motor másban erős. Minden fájl, amit ő generál, az XML alapú, tehát nyugodtan túrható kézzel, zárójel sok sikert hozzá, de elméletileg lehetséges, és hát ide is rengeteg a plugin pont emiatt a nagyfokú nyíltság miatt, tehát ez egy erősen használható valamicsoda. Ez tök jó. Akkor most már tudjuk, hogy mivel akarunk robotot írni, azt is tudjuk, hogy hogyan fogjuk ezt kipróbálni. Majd csak egyetlen egy kérdés marad, hogy ki fog segíteni, hogyha megakadunk. És ezennel szeretnék mindenkit meg is invitálni egy ezzel foglalkozó meetupra, ahol részben ezekkel, részben nem csak ezekkel foglalkozunk, rengetegféle robot van, drónok, mindenféle ilyen arcfelismerő mozgókamerák, roverek, tehát ez kifejezetten egy ezzel a témával foglalkozó eseménysorozat, a linket pedig meg fogjátok találni majd a kiadványban is, meg a közzétett PowerPointban is, de ha a meetupon úgy rákerestek, hogy Hungarian Robot Builders, akkor nincs másik ilyen, csak ez az egy. Jó, én gyors voltam és hadartam, így viszont van még időnk kérdésekre. Ha esetleg van bárkinek kérdése, akkor itt a nagy pillanat.